Az ítélet ideje. Simon Douglas, detektív felügyelő. Csak két dolognak van értelme ezen a világon, Mr. Douglas. A szexnek és az erőszaknak. 10 éves voltam, amikor megértettem, hogy más a szexuális érdeklődésem, mint a barátaimé. De mit lehetett tenni? Tudtam, hogy nem fogok megváltozni, és hogy utálatos egy dolog. 12 éves koromban már Shakespeare műveket olvastam. 14 évesen Mozart vonós négyeseket játszottam, és aztán 16 éves koromban olvastam James Joyce leveleit élete nagy szerelméhez, Nora Barnaclehoz. Nálam a legkisebb dolog is, írja, erekciót produkál. Egy kis barna foltot a fehér alsóneműmön. Nem vesztegettem az időt. Lázasan kutatni kezdtem legnagyobb hőseim nemi élete után. Da Vinci nővérének az volt a szokása, hogy fivére nemi szervével játszott, mintha a játékszere lett volna. Lord Byron félig a sírban volt, amikor vérfertőző bűnt követett el házas féltestvérével, és kedvenc írom, André Gide beismerte, hogy vonzódik a nyomorék és torszülött kisfiúkhoz, miközben Csajkovszkij elferdült homoszexualitása szinte ártatlannak tűnt Dosztojevszkij pedofiliája és kegyetlen, néha epileptikus nemi közösüléseihez képest. A testi fenyítések élvezetében rajta kívül mások is osztoztak, például Colonel T.I. Lawrence is, aki előszeretettel verette a fenekét vesszővel, addig, amíg ki nem elégült. Jót mulattam Samuel Pepys szodómiáján, és természetesen Donatien Alphonse François de Sade dicsőségein. És végül a fiatal Mozart is szeretője arcára szeretett szarni, úgyhogy amint látja, ahelyett, hogy kirekesztene, pont ellenkezőleg a fétisem az élet legnagyobbjaival tesz egyenrangúvá. Látja, én tudtam, 10 éves koromtól, hogy csak úgy tudok kielégülni, ha megölök valakit. És maga, Mr. Douglas? A szemtelen árulásával és rászedésével, maga az igazsággal az oldalán, maga, aki felől nincs kétségem, hogy nevetett a naivitásomon. Maga a következő cseszésen. Robert Bryant, detektív felügyelő. A biztosítás. Na ide figyelj! Azt használsz, amit akarsz. Ott veszed meg, ahol akarod, engem nem érdekel. De ha végeztél, eltűnsz. Nem akarom látni azt a rohadt képedet még egyszer, amíg élek. Nézd rám, te szemét! Vésd a fejedbe, Charlie. Nekem köszönheted az életed. Csak annyit kérek, hogy tedd helyre őket, és kvittek vagyunk. Tudod, ha jól belegondolsz, nincs más választásod. Mert ha ezek elkapnak, és abban kurvára biztos lehetsz, hogy el fognak kapni, akkor nem látsz többé napvilágot. Egyszerű az egész. Csak kövesd a csajt. Ha kinyírta Riley-t, te kinyírod őt. A szerződés. Charlie? Charlie? Kopd már le rólam! Csak azt akartam mondani, kár kinyírni egy ilyen szexi csibét. Kinyírni? Hallottad ezt, Joe? Kinyírni a ribanc barátnődet kell, ha valaki más aftershave-jét szagolod rajta. Tudom, tudom. Én sose bántottam Lindát. Azt mondtam neki, miközben húzta fel az okniát. Azt mondtam neki, cicám, Burmában, cicám, a nőknek 3 méterrel a férfiak mögött kellett menniük 1945-ig. És aztán tudjátok, mi történt? Nem. Azután a nőknek jóval a férfiak előtt kellett menniük. Tudjátok miért? Nem. A szárazföldi aknák miatt. Azért. Aknák? Igen, mert a háború után Burmában aknák maradtak a földben. Jó, mondj, amit akarsz. De te képes lennél ilyesmire? Úgy értem, a nők sétálhattak volna például mellettük, tudod? Párhuzamosan. Igen, velük párhuzamosan. De sosem küldtem volna őket előre. Én viszont igen. Tényleg? Oké, ő lesz az. Gyönyörű pipi. A rohadt életbe, ha munkáról van szó, ne a farkatokkal gondolkodjatok. Linda is mindig ezt mondta. Rövid farok, hosszú ész, világos? Különben mind megdöglünk miattad. Honnan tudtad ezt Burmáról? Russell egyik könyvében olvastam. Te meg minek rontod a szemed olvasással? Csak úgy. Mi az? Átvette a csomagot? Persze, mint a karikacsapás. Ez olyan könnyű munka volt, Charlie, hogy szeretném én kinyifantani őt, rendben? Mi az Isten ez a sok kinyifantás? Csak azt akarom mondani, hogy én akarom elintézni, mert kedvem lenne hozzá. Ki akarom őt nyírni? Én meg akarom dugni. Neked pofa be! Csak azt csináljátok, amire a rendes ember kér, világos? Igen, hölgyem, segíthetek? Parla italiano? Ah, sì, sì. Sì, allora posso avere una camera per una notte sola. Molto bene, signora. Indulás. Sok szerencsét, George! Desideriamo fare per rendere il suo soggiorno molto più piacevole. Grazie. No, no, signore. Chiamo un faghino per il suo bagaglio. Frank, segítene a hölgynek a csomagokkal, kérem? 412-es szó. Persze. A hölgy olasz. Ez az, buongiorno. Tessék? Azt mondja, hogy ne fáradj, Frank. Ó, oh, ja, igen, értem. Aha. Buongiorno. Oké. Csinos, ugye? Szüksége lesz erre a készülékre, úgy értem a magnóra. Szüksége lesz... nem tudom. Segíthetek a táskákkal? Nem, nem, nem. Grazie. Va bene. – 412. – Jól van, George. Gyere vissza. – Kész. Ezt így tudja használni. Ide leteszem, rendben. Ez itt a fürdőszoba, aminek két ajtaja van. És ez itt a szekrény, a ruháinak. És ez a szőnyeg. Szóval, hát, köszönöm. Grazie. Üdvözöljük Önt nyelvóránkon. Anna Fortunának hívnak. Én fogom Önt asszisztálni a következő 10 beszélgetésben. Üljön hátra és élvezze a kazettát egymagában. Hogyha úgy tetszik, használhatja a tankönyvet is. Tanuljon a repülőgépen, hotelszobája kényelmében vagy az irodájában. A fordításokat Derek és Jane szolgáltatják. Reméljük, hogy nyelvleckéink sokkal élvezetesebbé teszik angliai tartózkodását. Halló? Igen, Anthony? Itt Jacob. Igen, itt van előttem. Azt javaslom, hogy bonyolítsuk le az üzletet ma. Én magam is ott leszek. Rendben. Ciao. Halottnak akarom őt tudni, hallod? Ez az ember túl sok mindent tud az elhunyt nagyszerű Douglasről és a kék egyenruhás fiúkról. Ma délutánra legyen halott. Philip, öreg haver. Ezt rád bízom. Hé, hey John. Mi? Mi az, barna és ragadós? Tessék? Mi az, barna és ragadós? Mi? Mi az Istennek kérdezel vissza? Azt kell mondanod, hogy nem tudom. Mi az, barna és ragadós? Nem érdekel. Nem is kell, hogy érdekeljen, te köcsög. Csak kérdezd meg, hogy mi az. Barna és ragadós. Na mondjad. Most mondtam. Most mondjad! Mi az, barna és ragadós? A kibaszott orrod, amikor George seggébe dugott. Mi a francnak kérdezgetsz engem? Csak vicceltem. De én nem vettem alapot. Mert még be sem fejeztem. Igen, akkor fejezd be. Menj a picsába. Io. Én. Tu. Te. Lui. Ő. Lei. Mi. Jól van. Mi az a barna és ragadós? Mi van? Ez a címke a farmeromban össze-vissza szurkál. Kapargál. Már 2 éve hordom ezt a gatyát. De ma reggel, amikor felvettem, a címke elkezdett szúrni. Hát akkor vágd le azt a címkét. Linda is ezt mondta, de tudod, neki is mondtam, ha leveszem a címkét, nem tudja majd, hogy hogy kell mosni. Azt mondta, hogy tudná, de én ismerem őt. Come? Hogyan? Ki? Ki? Che cosa? Mi? Dove? Mikor? Quando? Hol? Perché? Miért? Grazie. Frank, grazie. Ott megy. Gyere ide, Smithy. Figyelj, intézd elő gyorsan, golyót a fejébe. És ha ellenállna a szuka, eltöröd a nyakcsigolyáját, értetted? És maradj vele, amíg ki nem múlik. Jó. És ha kimúlt, akkor felhívsz. Béke. Csak ügyesen és béke. Ne kezdjél szarakodni. Jó van, Charlie. Ott van. Nézzétek, ott megy a hídon! Szentség itt! Az az idiót, az Missy biztos nem vette észre. Meg vagyok hátva ezzel a három idióta marszivérrel. Hey, az én nevem John. Bejáratnál áll. Jól van. Lássuk, milyen ügyes szuka vagy. Halló, Riley-ék! Halló! 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 Baj van? Milyen szomorú, hogy azt számít a nap fénypontjának, ha ajtót kell nyitnunk a szolgálati bejáratnál. Titkon valami izgalmasat remélve. Holott a szívünk mélyén tudjuk, hogy senki sem lesz ott. Nézzetek ide! Ez aztán gyönyörű! Riley. Dov'è? Dov'è? Riley, dov'è? Fogalmam sincs, hogy mi a fenét akar. Riley nincs itt. Elutazott. Voglio sapere. Dov'è? Vidéken van. Elment vidékre. Elment a vonattal. Csúcsúval. Nem jön vissza ide. A che ora arriva il treno? Vonat, igen. A che ora arriva? Hol van? 5:40-kor. 5:40-kor. Mozog. Quali treno? Quali treno? 5:40. Grazie. Jézus Mária. Ez gyors volt. Na, menjünk. Itt jön. Jól van, jól van, jól van, Charles, nyugodj meg, pajtás. Igen, majd hívlak, ha végeztem, rendben? Nézzük csak. Keféljen meg, mielőtt megelem. Vagy öljen meg, és utána dugjam meg. Jól van. Boom! Megkeresd valamit. Az Istenit. hogy nem fogod elhinni. Jól tippeltem? Na, szóval a végén megkívültem. Ott voltam mesztelenül, de már nyúltam is a Calvin Kleinomért, mert még élve ki akartam kerülni onnan. És ezt hallgass meg! A csaj felén fordul, és teljesen váratlanul azt mondja. Imádom a frizurádat. Röhelyes, nem? Nem. Bocs, ez nekem magas. Neked mindig minden magas. Tessék, uram. Jézus Mária, mi az Isten van itt? Ez valóságos vérfürdő. Maga volt itt elsőnek, Mark? Igen, uram, nyitva volt az ajtó. Gyanúsnak tűnt. A technikusok? Már úton vannak, uram. Jól van. Okay. Na, szóval ott tartottam, hogy fekszem anyaszült mesztelenül, miközben azon jár az eszem, hogy hogy a fenébe fogok az zárt ajtón át kijutni. Hogy lehet kijutni onnan? Őszintén szólva, Bob, nem vagyok kíváncsi a veszélyes kalandjaidra. Miért nem? Mert minden éjjel más nőt viszel haza, ami elég kockázatos, és ezt te is tudod. Eddig nem tudtam. De azt nem értem, hogy hogy lehet egy hajvágás a legértékesebb vagyona valakinek. Pontosan, épp erről beszéltem. Az a nő őrült. Őrült vagy nem? Vagy tényleg piszok drága volt az a hajvágás, vagy ennek a nőnek semmije sincs. Vagy mindkettő. Vagy mindkettő. De te ezt félváról vetted, és inkább arra koncentráltál, hogy a farkadnak milyen része volt a sztoriban. Bocs, elnézést, hogy nem analizáltam a történteket valós erősségükben és gyengeségükben. Majd holnap beszélünk a feleséget 10 rongyos hajvágásáról. Gúnyolódni akarsz egy boldog és elégedett házas emberrel? Nem. Én egy seggfejpartnerrel gúnyolódom. Kösz. Tedd már el! Messze. Jól van. Most te jössz. Nekem az alapos szó jut eszembe erről az egészről. Nekem meg az a szó, hogy kávé. Meg főzzön. Jól sokat. Valaki! Telik a műszak, mire végzünk. Nagyszerű dolgok a szavak. Jól jönnek vészhelyzetben. Te csak fedezd Smithy seggét. Értetted? Ha elcseszte, rajtad a sor. Világos? Intézd el a csajt. Hadd legyek rád büszke. Rendben. Ez meg ki az Isten itt? Kicsoda ez a fickó? Ez nem Riley! Hát ez elképesztő. Mennyi? 7 vagy 8 hullát találtunk. És a gyilkos meglógott. Nyugodj meg! Jézus, most segíts meg! Mi baj van? Mi az, hogy mi baj van? Mindketten tudjuk, hogy egy őrült mészárolta le ezeket. Ezen kívül egy másik őrült, Riley szabadon van. Mert ha őt, legalább Riley-t kinyírták volna, akkor ott lennénk, ahol elkezdtük. De így mindenki csúszik a kezünkből. Hol a WC? A földszinten van. Van nálad telefon? Aha. Riley még nem döglött meg. Ne üljétek meg a csajt. Hallod? Azt mondtam, hogy Riley még mindig él. Állító a csajjal. Ó, az Istenit. Az Istenit. Az Istenit. Az Istenit. Smithy testvér? Smithy? Nem kellett volna kinyiffantanod a francba. Jól vagy? Igen. Rúsfolt. Rúsfoltot találtam a golyóbemenet mellett. Mondtad már valakinek? Kinek? Mit tudom én, a főnöknek. Mit mondanék neki? Azt, hogy elnézést, uram, nem tudja, hogy kit keresünk. Van egy érzésünk, hogy nőnemű is lehet. Ó, nagyon jó munka, Jim. Miből gondolta, hogy nő? Hát, uram, elővettem az Agatha Christie könyveket, igen, tudja, igen, amelyekben bűnügyeket szoktak kinyomozni. Befejezted? Azt hiszem, egy nőt keresünk. Igen. Meg itt van még ez is. 5:40. Mit mondtál? Mi? Én nem szóltam. De. Azt mondtad, igen. Azt mondtam, egy nőt keresünk, és te azt mondtad, igen. Nem azt, hogy ja, vagy ja persze, vagy oké, hanem igen. Tényleg? Igen. Azért tudom, mert itt voltam, Bob. Én ismerlek téged, és tudom, hogy tudsz valamit. Csak 2 másodperc, és itt vagyok. Csőtörést kaptál ma, Bryant? Csípd el Smithyt. Mi? A telefonon, most, Smithyt! Felküldene friss virágot és gyümölcsöt is? Egy banán. Mi az Isten folyik ott fent? Gyakran jár ide. Ma gyönyörűen néz ki. Smithy? Meghívhatom egy kávéra? Mi az Isten folyik ott? Csodálatos a humor érzéke. Mi? Mi? Halló? Ki az Isten ez? Ki az Isten az? Charlie? Charlie? Halló, Charlie! Bryant? Ki beszél? Felküldene friss virágot? A francba! És egy kis gyümölcsöt is. A kurva életbe! Ma che mi az? Kopj le, George! Igazad van. Tényleg nő. A következő játékosunk Mr. Bryant, egy komputerprogramozó Basin State-ből. Mr. Bryant, beavatna 60 másodpercre kedvenc témakörébe, a mi az Isten folyik itt be? Kezdheti! E anche della frutta. Felküldene friss virágot és gyümölcsöt is? Una banana. Egy banán. Una arancia. Egy narancs. Un limone. Egy citrom. Ciao, signorina! Én vagyok az Frank! Francesco! Igen? Nagyon jó, molto buono! Az egyik vendég panaszkodott a sok zaj miatt. Tudja, dörgések, puffanások. Szóval mondtam neki, hogy a WC lefolyókkal bajok vannak ezen az emeleten. Eddig minden szobát ellenőriztünk, és most az önén van a sor. Csak egy gyors ellenőrzés lesz. Nem. Úgy van. Kérem. Zavarni fogom. De csak egy pillanatra. Ne. Javíts ki, ha rosszul mondom. Szóval arra gondoltál, ha felbérelsz egy olasz bérgyilkost, hogy intézzen Riley-t, az egész város megszabadul a bűnözéstől és szenvedéstől. Te nem ismered Douglast. De jól mondtam eddig. Igen. De annyira leegyszerűsítetted a dolgot, hogy nevetségesnek hangzik az egész. A francba, Bob! Igen, ez a legkönnyebb, nevetni rajtam. Szegény öreg Bobby Bryant. Egy kicsit megzavarodott. Kész is vagyok. Nem volt nehéz megtalálni a problémát. Bocs, kedveském, nem értettem tisztán. Egy kicsi eltévedt. Kész vagyok. Minden rendben. Finito. Hallottak egy másik. Hadd áruljak el valamit, Jimmy. Hallgass végig. Mert úgy látszik, én már nem látok tisztán. Egyszer eljön az ideje, amikor eleged lesz, és ki kell törnöd. És nem számít, hogy jelvényed van, vagy hogy erkölcsösen éltél eddig. Vissza akarsz vágni. Mikor megláttam, mit művelt az a pervers Douglasszel. Betelt a pohár. Hol a csodában találtad ezt a csajt? Az aranyoldalakon? Bármit megkaphatsz, ha nagyon akarod. Felkértem egy közvetítőt. A nő még a nevemet sem tudja. Az egyetlen baj, hogy drága. Nagyon drága. És te nem tudod őt kifizetni? Találtam egy megoldást. És ha békén hagynánk? Non so dov'è finito il mio denaro. Nem tudom, hol van a pénzem. Il mio denaro è nella 24 ore. A pénzem a táskában van. Megérkeztek a technikusok, uram. A földszinten kezdik. Jól van, Mark. Itt vagyunk, ha szükség lenne ránk. Ez, barátom, legjobb lesz, ha te, én és Mr. Riley között marad. Anthony, örülök, hogy megint látlak. Látom, az embereid szemfülesebbek, mint valaha. Milyen dicséretes jellemvonás. Itt van az anyag? Természetesen, azért vagyunk itt. Azt hiszem, az ókori Babilonban volt az, hogy a költők kijártak a folyó partjára, hogy teljes egyedüllétben írhassák verseiket. Sokszor órákon keresztül csak írtak és írtak, amíg úgy nem érezték, hogy az opuszuk teljes lett. Aztán a papírból, amire a verset írták, kis hajót hajtogattak, amit megtöltöttek borral és rátettek a folyó sodrására. Természetesen a művész, aki lent várt az áramlás irányában, megkapta a csomagot. Megitta a bort és kéregpapírjára másolva a verset, osztozott jótevője munkájának gyümölcsében. Így aztán munkája dicsősége emberről emberre szállt. Hát igen, zseniális, Jacob. De mi a frászt akarsz ezzel mondani? Nincs semmi jelentősége. Nem, attól tartok, nem tetszene. Ez meg mi az Isten itt? Miért, mi a csodát vártál? Szedd össze magad, Bob! Jobban elviselem az arrogáns és nőgyűlölő énedet, mint ezt a depresszióst és bűnbánót. Mit akarsz tőlem? Legalább próbálj úgy tenni, mint a dolgoznál. Mint ahogy te is? Én, barátocskám, egy szellemes, ügyes detektívet játszom el, aki a saját fejével gondolkozik. És mindig túljár a gazemberek eszén. Míg te, nagyon hihetően, egy olyan embernek adod ki magad, aki pókhálót rajzol. Ez egy hagyma. Credo di aver perso tutto il mio denaro. Azt hiszem, elvesztettem az összes pénzemet. Non so dov'è finito il mio denaro. Nem tudom, hogy hol van a pénzem. Il mio denaro è nella 24 ore. A pénzem a táskában van. Le posso sempre dare un travel check. Utazási csekkel mindig tudok fizetni. Mi è caduto il gelato. Lejtettem a fagylaltomat. Kész vagy? Igen. Hol a telefonod? Csak menj be és szaglász körül. Ha megtudod, hogy mi van a többiekkel, az nekem elég. De ennél nem merjél egy lépés se tenni többet. Csak várj meg a bárban, oké? Na, mit bánom én? Smithy is így beszélt, és ha nem tévedek, Smithy már halott, George. Indulj, én meg túladok a buszon. Nagyon szeretnék egy italt. Andiamo al bar. Menjünk a bárba. Szerintem ironikus, hogy egy nőt béreltél fel erre a munkára. Jim, te olyan vagy, mint minden házas ember, akit ismerek. Jól tudod, hogy csak azt a nőt nem szedem fel, amelyiket nem akarom. De te nem vallod be, hogy irigyelsz. Inkább úgy teszel, mintha örülnél a telkednek, és begerjedsz, ha a titkárnőd megpuszil karácsonykor. Bárcsak lenne benned annyi bátorság, hogy ellátogatnál egyszer a piros lámpás negyedbe. Amire nekünk aglegényeknek nincs szükségünk. És mégis minket bélyegeztek meg azzal, hogy nőgyűlölők vagyunk. Befejezted? Nincs igazam? Nincs. Kérek viszki és jég. Köszönöm. Ho smarrito la via. Eltévedtem. Segítsen. Kérem. Segítsen. Tényleg azt hiszed, hogy felizgathat a titkárnőm meg puszil karácsonykor? Nincs is titkárnő, Jim. Ó, fejezd be. Tudod, mire gondolok? Nem tudom. De azt tudom, hogy minden ismeretlen csók nagyon izgató. Volt egy híres római író, Kátó, aki szerint a csókot egy féltékeny férj találta fel Rómában, mert így akart meggyőződni arról, hogy a felesége ivott-e bort vagy sem. Ebből jól láthatod, hogy hogy változnak az idők. Megcsókoltad ma már az üveget? Menj a francba. Ez semmi. Éppen a háborúra gondoltam. Tudod, Burmában, nem fogod elhinni, de a nőknek 3 méterrel a férfiak mögött kellett gyalogolniuk egészen 1945-ig. Utána viszont a férfiak maguk elé engedték a nőket, mert a háború után aknák maradtak a földeken. Na, ehhez mit szólsz? Future, Jézusom! Szabad? Franzba. Ascolta. Fare amicizia. Barátkozzunk. Nem. Van egy kis problémám. A cazzo. Ascolta. Honnan jött? Honnan? Honnan jött maga? Úgy hinné el, ha... megmondanám. A kurva életbe próbálok meghalni. Mit képzel, ki csinálta magát, Isten? Ascolta. Ez az utolsó? Az utolsó? Sí. Sí, ez az utolsó. Miért mondjam meg? Utolsó. Maga az utolsó. Jézus Mária! Az a szemét Bryant! Az a disznó Bryant küldött! Bryant? A francba! Igen! Bryant? Igen! A rohadt szemét! A disznó! Az egy rohadt zsarú! Zsarú! Bryant lenni zsaru. Brian poliziotto. Io sono stata assunta da un poliziotto. Könnyű melónak tűnt. Kinyírni téged, aztán lelépni. Meghaltam. A francba meghaltam. Bryant azt hiszi, meghaltam. Te is azt hiszed, hogy meghaltam. Nos, ez nagyon, nagyon felbosszant engem! Grazie. Akárhogy is nézzük, Bob, nincs igazad. Itt az ideje, hogy jóvá tedd. Na, mit mondasz? Hello, hello. Mr. Madison és Mr. Bryant. Tudtam, hogy csak is maguk állhatnak ilyen gyermetek csíny mögött. Árulják el. Fingutánzó masinát is kötöttek a hátukra. Fontos információt akarunk megosztani magával, Jacob. Működjön együtt velünk, és fennmarad a béke. Dicsőíteni és nem eltemetni engem. És mi van, ha a háborút választom? Ó, azt már kihirdették, Riley. De nem én tettem, és az is biztos, hogy nem maga. Mi vagyunk az egyetlen túlélők. Egyet mozdul Riley, és kinyír mindkettőnket. Én már meg is kedveltem, de mégis úgy látom, nem csinálja valami jól. Miért? Honnan a fenéből tudjam? Kórházba kell vinnem ezt az embert. Igen, persze. De hogy lehet az, hogy én még mindig élek? Butta la pistola. Na, kezd érdekes lenni. Igen, egy olasz bérgyilkos. Milyen kozmopolita. Penso di no, Giovanna Donna. No adesso. Beszél olaszul. Beszél angolul? No. Riley, adja neki a táskát. Csak a pénzt akarja, adja neki a táskát. Kérem, kórházba kell vinnem ezt az embert, adja neki oda a táskát. Maga megúszza élve, ő meg megkapja a pénzt. Az én pénzemet. Az én pénzemet kapja meg, amivel nem vagyok kibékülve. Úgy tűnik, hogy sokkal többet nyerek. A kurva életben, Riley, adja már neki oda azt a rohadt táskát! Ha tetszik, ha nem. Jól van, öreg fiú. Lefordítana nekem mindent szóró szóra. Mondja meg neki, hogy Bryantnek hívnak. Si chiama Bryant. Bryant! Mit mondott neki Riley? Csak azt, hogy Bryantnek hívják, az életemre esküszöm. Bryant egy zsarú. Attól tartok, így igaz, drágám, és mellesleg nem valami jó. De azért annyira nem rossz, mint a két balkezes barátja, Mr. Douglas. Erről jut eszembe, hogy van Mr. Douglas? Mondja meg neki. Mondja meg neki, hogy én voltam. Én voltam az, aki felbérelte őt, hogy megölje magát. Kibújt a szög a zsákból. Bevallom, Mr. Bryant, hogy nagyot csalódtam magában. Azt maga is jól tudja, hogy a bosszút legjobb hidegen tálalni. Csak fordítsa le neki, Riley! Bene, signorina. Questo sembra essere l'uomo che l'ha contrattata per uccidermi. Mondja meg neki, hogy az alkut lemondom. És itt van a fizetése a táskában. Mi dispiace, mia cara, ma egli cancellerà il vostro accordo. Tristamente. Non può permettersi di pagarlo. Mi a francot mondott neki? Az igazat, a teljes igazat, és csak is az igazat. Bryant. Látja, megkedvelte magát. Kérem, a pénz a táskában van. A pénz a táskában van! Ne izgassa fel magát, Bryant. Eljött az ideje. A pénz... a táskában... a pénz... a táskában van. Grazie. Ezzel a leckék végére értünk. Bízunk benne, hogy hasznosak voltak az ön számára. Reméljük, hogy kellemesen töltött el szabad idejét az Egyesült Királyságban, és hamarosan viszont láthatjuk. Anna Fortuna vagyok, a nyelvtanfolyam vezetője. Magyar hangok: Háda János, Stól András, Blaskó Péter, Kisfalvi Krisztina, Vici Ján Ottó, Bedefazekas Szabolcs, Seszták Szabolcs, Csöre Gábor. Magyar szöveg: Fricska Éva, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Udu Sándor, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront az Intercom megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom.